megnyitjuk a megújított őseink hagyatéka kiállításunkat, amely két helyiségben mutatja be mindazokat a dolgokat, tárgyakat, számunkra érzelmileg is kötődő dolgokat, amit az élet során az idősebb korosztálytól megörököltünk. Őseink hagyatéka címmel nyílt a sváb emlékeket bemutató tárlat Dombóváron. A helyi német nemzetiségi önkormányzat támogatásával, valamint a kistérségben élő német felmenőkkel rendelkező polgárok segítségével jött létre a kiállítás. Egy korábbi hagyatékokkal berendezett szoba kibővítésére nyílt lehetőségük közösségi összefogással. Csikóstötősről, Attalából, Kaposszegcsőről gyűjtötték össze a sok bútort, ruhát, eszközt és emléket. A magyarországi német nemzetiségűek egyesületének tagjai lelkük egy darabját adták oda ezekkel az emléktárgyaikkal. Rokka, bölcső, sparhelt, régi fotók és kézzel vart népviseleti ruhák találhatók a két helyiségben. Mi szerettük volna, hogy a szokásos formát egy konyhai, meg egy szobai részt ki tudjunk alakítani, mert ehhez voltak meg az eszközeink, butoraink és a ruhák. Ennek a munkáit végeztük az elmúlt évben, és sikerült az idei év elejére összeállítani, és ez alkalommal szeretnénk bemutatni a közösségnek, amikor megalakult az egyesület, rendkívül sok anyagot hordtunk össze, a különböző szakmák, különböző ruhák, különböző eszközök, butorok összejöttek, csak épp az elhelyezésükkel volt baj, mert olyan mennyiségről kellett gondoskodni, hogy nem tudtuk igazán megoldani. És hát különböző átalakítások történtek az épületbe, meg az egész egységbe. Ennek a lefutása közelmúltba fejeződött be, és innen tudunk újra a múzeumként bemutatni, most már be is lehet menni a helységekbe, mert az eredeti állapotába ketten bementek, akkor egynek mindig ki kellett jönni, olyan kicsi volt a hely. Az egyesület elnöke a megnyitón elmondta, hogy sok szorgos kézmunkájának köszönhető az igényesen összerakott gyűjtemény. Minden egyes tárgyhoz emlék fűződik, és ez teszi igazán értékessé a tárlatot. Miért csináljuk ezt a kiállítást? Valahol olvastam. Aki nem ismeri a múltját, annak jövője sincs. Mi is összegyűjtöttük azokat a tárgyakat, melyekhez személyes emlékek is fűznek, azért, hogy megmutassuk gyermekeinknek és unokáinknak, és átadjuk azt a szeretetet, megbecsülést és tudást, amit megőriztünk elődeinktől. Nekünk, akik összeszedtük és az emlékeinket is hozzá kölcsönözzük ezekhez a tárgyakhoz, ezeknek számunkra érzelmi kapcsolatunk révén rendkívül nagy értéke van. Egy külső szemlélő csak egy-egy darabot lát, de akik itt a gyűjtést és a kiállítást összerendezték, valamennyien a saját érzelmeiket is bevitték ezekbe a berendezési, illetve ruha formákba. A múzeum azért érdekes, mert az utolsó pillanatokban sikerült ezeket a ruhákat, butorokat, eszközöket összeszedni, mert a fogyasztói társadalomban ez a sok időt megélt holmi, ez nem igazán érték, mindig újat akarnak vásárolni, mert az tekintik célnak. Mi azt szeretnénk, hogyha az unokáink, gyermekeink ugyanúgy értékelni tudnánk az őseink, nagyszüleink által összegyűjtött, megalkotott, mert ők maguk csinálták többségében ezeket a dolgokat, mint ahogy mi értékeljük ezeket. A kiállítás Dombóváron a Német Házban tekinthető meg előzetes egyeztetés alapján. Az egyesület arra is vállalkozik, hogy a bemutatók német nyelven hangozzanak el.